Egy kis fapakolás, egy kis fapakolás. Olyan szarul áll ez a fa itt. Fodorálás. Kifinomult módszere. Ti megérzitek, hogy mikor indítom el a videót? Mi? Akkor egyből lekussol mindenki gazdag. Na nem, én most írtam a Rolikának, hogy ő helyezte, ugye, akkor melyik oda rakjam jobb, mert ott nagyobb hely van. Kipper, na szerintem most megy a videó. Aha. Én kipper, írnek, hogy melyik oda rakja a fát, mert most basztam le, hogy ne összeviszakozgass a fát, akkor beszélj meg, hogy melyik oda jobb neked. Hol félsz a jobban, mert itt látom, van tuskó, meg van lókasz, figyelj meg a másik. Mi? Ahogy gondoljátok. Mert itt innen tudom, ugye innen fel tudom szedni a fát, tudod, a darabokat. Ja, igen, a másik oldalra. Jó, akkor írjek, hogy vigye a másik oldalra, a Christopher elé, jó? Dani, ahol állj rá, nem tudom, utána már 2 hete. Ja. Lehet, hogy szegény Dani kifogyott. Dani, lehet, hogy oda, ahova akarod. Csak ne ide erre az oldalra, mert innen tudnád, akkor te kapod. Úgy, na, a végre, hogy valami rendszert húzunk a gép, na. Oda tökéletes, mert akkor csak fel kéne vennem, aztán beraknám. Ezt pofáztam neked, hogy ugye hátatolod, fölveszed, beviszed, lerakod, hátatolod, bevúzza eléd, lerakja. Persze nem kell körbe-körbe pörögnöm, mint a buszkerék. Hát én meg innen a túlra meg, amit tudok, fölhorgászok, aztán kész. Az a helyzet, hogy... Megy a meló, megy a termelés. Ez belső nézetben milyen? Bazdmeg, ezt nem kell csinálni belső nézetbe szerintem. Nem fogod semmit sem látni. Na, az a helyzet, hogy nekem olyan arra kell állnom, hogy semmit nem érek el. Várjál. Gangsterid vagy? Persze. Gangsterid, most mi se azt? Viszél bucsit, mi? Ja, itt vagyok már a gyárban, nézegettem, hogy vajon kikapcsoltak valamit, nem. Még mindig nincs deszka. Hát nézd, hogy product on vagy product off. Hát nézd meg. Product off. Hát akkor nyomja. Akkor az jó. A product azt off. Mondom, hogy az jó. Az így. Jó, mert akkor ugye akkor... Az jó. Így van, bekapcsolom. 8% van a falpíték. Na, gangster, gyere már ide egy kicsit. Ugrassál bele egy gépbe. A Chevroletbe aztán. A lényeg az, hogy én nem tudok semmit gyarakodni, mert semmit nem érek el. Arrébb menjek, vagy hogy legyen? Szerintem ez jó lenne, hogy ott maradnám el most akkor. Nem tudom, oda piszkálom neked a fákat, jó? Kicsit odahúzom, meghúzom itt, lerakom. Semmit nem érkezik, minden arrébb van egy fél méterre. Az jó van, de hogyha tedd le, és húzd el a traktor. Bassza Isten, neki milyen traktor, nem számít, csak... Várjál, majd előbbre játsz, csak ide tenni. Igen, azt mondjam, hogy kitolom teljesen a gémet. És várjál, kicsit leengedem, hogy lássad, hogy meddig érek el. Nincs még. Eddig érek el. Szólj a gangster, ha itt vagy, jó? Itt voltam. Vagyis itt vagyok, már fátalok. Istóf, ne tologassák, kurva lényi kérdben basszú, ne tudtam a seggemet. Na, ezek most már elég közel vannak, nem? A Christopher, de hát biztos, hogy Christoph. Teljesen mindig. Alud, innen előttünk, ott, itt lejjebb. Ott jobbra, itt. Hogy neked balra. Azok basz ki egyet, aztán izért. Van, ott, ahol vagy. Ott mögötted volt. Ja, itt. Aha. Várjál, kivágom ezt. Csak remélem, hogy erre fel le fog dőlni. Hókád meg innen. Na persze, üdé. Hol állsz te most? Hol na, vagy? Merre na, van? Az le is gurul. És akkor legaljazom, és a piac is egybe. Igen, te fia, a domboldalra, hogyha a domboldalra a pávodatot vágod, akkor tudja, hogy le fog dőlni ide oldalra. Na, azt akkor küld le, aztán én meg akkor ide fölkapom, és akkor berakom egybe. A lényeg az, hogy ne úgy vágni, hogy sokan írták, hogy biztosan kell vágni a fát, az hülyeség. A domodalban a földdel pauzamosan kell vágni, és akkor kipró lesz. Ezt megpróbáljuk egybe bevezényelni.
Jaj, megy az. Juhú, jön a fa. Mi van fa? Mi van fa? Hát nem nézted a időt? Na, elfelejtettem megnézni. Az. Ez kicsit átfogom. Quartz meg stone kell oda. Jó, akkor csinálják a cementgyárat a gyerekek. Hát, teljesen már... Na, oda egy gangster. Full hosszú fa. Ja, vajon bemegy? Hú, az tényleg jó hosszú. Akkor azt elérem azt a hosszú fát? Ez olyan kis elérem. Itt most nem mozogjon senki. Oda nézd, hallod? Józsi. Így basszus, várjál, várjál, ez komoly fa. Nem az, amit elfogapom minden gyorsan. Hú, na az most már mehet. Figyelj! Hoppa! És akkor most egy kicsit megengedem. Hátrébb, ugye? Kicsit így, így most még most kicsit be. Aj, nem megint bazdmeg, most lagol! Beszorok! Miattam? Mert dolgozok közben, vagy miért? Nem tudom, bazdmeg... Mi az fasz? Meg... Most túl erre van. Ja, tudom, visszafogtam rá. Na, most jött elengedni. Ah, nem, most túl arra van. Jó, az így, bár az beszipontja, az tedd le, így pontja, így tedd le, tedd le. Na most. Megint belagol vele, beszorok, komolyan. Jaj, nem, túl kint van. Mindig az a baj, ahogy... De úgy így kell, jó, hogy negerünk. Így fogja, mivel kapja, fogja. Azaz, megy. Aaaaaaaz! Így tartsa, amíg nem fogja. Hát én nem kell semmit csinálni, hogy csúszik végigben. Igen, ez király. Különben így azért gyorsabb, még ha szemverős, akkor is. Persze. Hát persze, egy ilyen hosszú fával, legalább 15%-20. Megy a nagy pótba is. Ja, Jana is ott húz egy nagyot, az jó lesz. Pont jó rakja ide talán. Ja, azt ott vágtam ki most a tovább. Ja, megfordul, megőrülök, pont így jó lenne tővel. Oké, Jana, rak le. A lényeg az, hogy izé van, hogy ugye fogni-e addig, amíg nem eszi meg. Persze, jó az. Meg úgy kell megfogni, hogy ugye a súlypontja izén legyen a gép felé. Persze, ugye tudod a fogot, így most csinálta ki, tudod, és akkor szépen, hogy húzik benne végig. Nehogy a vág, bazzony, nehogy a vág, megőrülök. Jana, ne szórakozz. Írjál rá. Ne, írjál, mert rágja. Nem tudok írni, mert hogy épp darúzok. Gangster, írjál. Úgy se tudja még, mozog a fa. Azért löktem meg. Mondom, bazzony, hogy a vágja, megmarulok tőle. Gyerek. Érte, hogy oké. Most még begurult a gép alá, jó. Na, de most legurult a másik fa is, és... leágazott. Ne, gyerekek, bazdmeg az. Így. Jana húzza a következő tudod. Így jó, így jó. Az kurva darúd, kitalálták a normálisabb irányításabb az, mert rohadt nehéz az a számad darúd irányítani, persze. Jó, megvárom ide, leparkolok, mert igaztam, utána megrakom a nagyot. Dől a fa! Gurul! Faszal, ját, Dali, esik a fejed a fa mellé ment. Megkapta, jó? Még van egy ága. Gyere! Na, jó megy. Most jó. Így jó, gyere kicsit előre kicsit. Nem jó súlypont szerintem, bassza. Várjál, emelj följebb. Mirencsi följebb. Ne, jó volt. Nyugodom, poszta. A gps-el folytatom a picit fölfelé. Őzébb akadtál be, a kabinba akadtál bele. Ja, az a szart külön. Csak ezzel is tudsz folytani fölfelé. Jó, így. Úgy, és akkor jössz, gyere előre, emelj fel a kabin fölé. Így jó, figyeld. Szedd balra. Jó, nem.
Kipesz teljesen, hol is föld. Teljesen nyom fel, kipesz. Nem az a baj, Józsi, hanem az a baj, hogy elkezdem engedni, és nem arra dől befelé, látod? Jó, te, aha, értem, nem jó az súlypont. De figyelj, de hogyha már ugyan csak gép érzékeli, várják, elég ügyé. Odébb kell állnom, nem. Nem jó volt a súlypontja. Vegyük a ketten? Nem kell. Hát az aztán érdekes lenne ketten megcsinálnánk azt. Az aztán kéne koordináció, meg egy erősebb az, de nem, hogy ketten. Szerintem ott nem érnénk be a cirkuszba. A Ripper filmjelek benne. Körülbelül az, aki egy ilyen fát beadnánk neki. Na, akkor gyere, én meg integreteket szavasz. Túl arra van a súlypont. Jó, hogyha felmegyek a végébe is, akkor nem. Rakj egy kis súlyt ide. Ahogy nem, persze, mert hágy, leestem. Kb. Egy ilyen valóságban kb. Egy tonna. Szopós anyjába bazdnek, hogy most meg az a baj, hogy... Aztán ott a... Nem tudom, hány jó. Na! Na, jó. Állj rá a végére, úgy. Ez az. Ez az. Húz engem is, bazdnek. Ugye behúz engem is. Király. Na, kilépek a videóban, megnézem már. Ugye, pont egy szar dolog, hogy... Na, elindítottam egy kicsit a videót, tehát ezt felveszem, bazdmeg, milyen munkálatod vannak itt gyerekek. Vedd fel, mert nem hiába rózsak a fiúk. Ügyesek a srácok. Gergő az nagyon annyira vágja, mint az állat, bazdmeg, a papolást. Ja persze, péntek van, most már nincs iskola holnap, úgyse most már rájön. Ugye, nézzetek el erre. Most meg a deszkába, rá a deszkához, azt a kávék hozzá. Ilyen ideje van itt, meló, bazdmeg. Ott van nyerges pót, szabadon? Itt van. Itt hordja valaki. Megy itt a munka, mint az állat. Úgy hordják a kucsit, szóval majd darálásra megy. Mert akkor elgasztok azt a közé, elviszem a Volvo-t oda. De van Volvo, minden van itt. Igen? És elnézek oda. Itt korrekt munka van. Akkor neked nem akart képer? De egy kicsit akart, nehéz egy kicsit tolatni az a vonalat. Szaggat, nem is szaggat mindig. Hát mióta bejöttünk, azóta szaggatok én, teljesen mindegy. Ja. A deszka az lófasz van, ez egy 100. Krisztófer, most le vagy bazdva itt a videóban. Adra. Ki? Mondom, le van bazdva, elviszi a fámat. Jó, de legalább ne akkor állna neki, amikor én már ráfogok. Na, akkor... Na, lehet szétnézek, és akkor viszont... Ja, nézd meg itt mi a helyzet. De... Jó. Ma itt vagyok a semmibe. Szép, ha? Gyere ide le, hallod? Hol vagy ső? Figyelj! Annyi fa! Oda nézzük, mi van. A lebóz, össze kizvágyat hordja, látod? Kettővel simán. És nézzük, a Gergő nagyon korrektan kapolja be, mint az állat, ügyes. Ja. Gergő is. A Lész. Ott a pap, van... Figyelj, itt jó, mert a papír termeljük, iszonyat mennyi félig pénz lesz, ugye? Ja. Na, akkor egy van Volvo. Ugye mondom neked, Józsi, ott a P mellett is volt kis erdő, azt is lehetett volna talán, nem kell ilyen messziről, de mondjuk a hordás az nem sokáig tart, nem az. P mellett? A P mellett is van egy, hát nem ilyen erdő, de van egy csomó fenyőfa, néztem, amikor mész el. Ja, ott az útszélén van, hát az oké, persze, ki lehet az is várni, de ugye én ezt szoktam várni, ugye, mert ez itt jó helyen van. És sok van, tudod, de ugye, tudod, most single player-be ezt nyomtam, hát ugye most csak sok. Nézd meg a sárga szépsége, hogy hordja a Christopher. Nem fog én 10 fa. Figyeld, mennyit visz? Te azt kell csinálni, basszus, akkor várjál, ha egyszer a Christopher is hordja ezt a zsákfát, én most ott rámarkolna, szegény Gergő vagy botlik a többi fámot, te. Nem, szétszólt a rököket. Egyszerre nem tudja fölvenni, nem tudja berakni oda. Ja, valahogy is, tudassunk hátra, és akkor jövő, vagy, ja? Hol vagy te? Itt vagy? Jó, sétál. Én itt sétál, most igen. Figyelj, akkor kell csinálni, hogy akkor innen kiállok, és akkor oda kell állni a mi a neve? Krisztiánnak a fák mellé, nem? Nem. Megmondom neki, szálljon ki. Vagy szállj is ki azt, akkor... Itt van, hogy tényleg egy nagy mennyiségű fa van. Hát ez hatalmas mennyiségű. Ezért lenne, hogy kurva folyó az a leúsztatni van egy darálóba, mi? Mint Amerikában, ahogy ide vagyják az ilyen dolgokat.
Lidlburger itt csövel is mellettem. Milyen neved? 86, jó. Jó, elférjünk egymást, mert mindenki egymást gyakran állni. Kicsit idő, én odébb járok ebben, mert ennek semmi értelme. Na hát én meg nem állok oda addig, amíg a gép nem áll be olyan fasz a helyre, mert ott szar helyen van ott a gép. Mindjárt majd elpörgelek innen. Semmi gond, én ráérek. Viszont azt kell, akkor csinálni, hogy azokat a hosszú fákat el kell darabolni félbe. És akkor a Christopher összefoghatná őket azon a nagy találla is. Mit mondtál, beleférne négy is? Azt mondtad? 5% papírt hozott ide. Abba a kurva sok belefér. Ja, na, akkor csak össze kell a fával válni fél, és akkor itt tudod, egy konába belefér, akkor mit tudom én, félre bele halt, csak mondtam ezt, nem tudom, mennyi fél bele. És akkor belekhatná egyből darálabot, és akkor tudsz, hogy meg is telne. Mennyi papír volt? 5%-ot a dobozban? 5% az egyik ilyen fehér bolt, és 5% a másik. Tehát 10-et hoztam ide, 50 000-et, és kell 500 000, azt jelenti. Hova kell 500 000? Ja, persze, de igazából ugye 500 000 fér be egyszerre. Igen. De ugye az állandóan kell vinni, mert ugye a gyártya, hogy tudod, fogy. És akkor itt most el kell itteni valamit? Kicsik? Jaj, de még kéne power, ide kéne szén. Hát azt a... Telefonszor a Rolika vitt, nem vitt oda a sajt a Rolika, te tudom? 0% power. Jó, hát akkor... Akár egy szín, akkor viszek oda szeret, jó? Ma adjál, viszek oda szeret. Ja, szerintem csak az kell, hogy elinduljon. Ja, és persze, hiszen már minden van, hogy csak akkor szénünk. Csak akkor viszek oda, mert én felbeszélgettem, azt a Rolikával beszélgettem, hogy viszod a szedet. Akkor bozott minden. Ja, nem bozott sem. Bocs, hogyha nem te voltál, mindegy. Nem a Rolika. Akkor levettem ezt a bocsot. Ez a szaggatás, te az anyját tenni szájba. Mi a szaggat? Hát már lehet, hogy ráér, mit tudom én, baszom tudni. Ráér szaggatni? Vicces. 11 óra van, gyerekek. Ja. Ja, már elég késő. Lettik elég, nem ért haza? Lassan ért, miért haza, azért jöttem meg. Zoltán már éjfél van. Jó. Ja, majdnem. Egyszer. Nem baj, holnap reggel úgyis csak egy kicsit dolgozom. Igen. Igen. Át kell adjunk valami autót. Gyorsan. Kurva, ennek a sok penésnek, te meg jövő is penésnek. Faszom ki van már, utána dolgozni benne, meg kurva anyját basztál szájba. Mint hogy mit teszel dolgozni, nem mondod, hogy tudsz, vagy szeretsz, mert megküld. Kér. Tudj, te szeretsz dolgozni? Hát, szeretek. Hát akkor te ebből az meg beteg vagy. Magamnak csinálom. Mi? Ameddig magamnak csinálom. Ez az a baj, hogy nem tudsz izni. Aha, látom, figyelem. Majd darálja is. Oda, ez az, hogy végig érsz rajta, akkor izzi. Le fog esni. Le fog esni, akkor várja, én rámegyek előre. Nem tudsz ilyen kérdezni. De, lévök előre, és akkor úgy jobban dorálja. Vaj, így berakom, talán nem esik le ám, figyeld. Figyelem, de szerintem le fog esni. Kicsit lazítok, meg utána megyek. Ja, utána kormányzol, aha. Vagy dob rá a kabinomra, tedd rá a kabin tetejére, vagy tudod, ember följebb. Ez még, jó lesz az. Figyeld. Tartja? Ez nagyon jó, mert a hátsó kereke is fordul, és ilyen nagyon pici körbe. Ja tényleg, ha így fasza, így jó, aha. Olyan pici körbe fordul. Hozzá ez nagyon, imádom ezt a gépet, ez a legjobb. Tényleg rohadt jó, mert tényleg így fasza, meg most így, és be tudok kísérni végig. Azt mondja, picsa helyenek, bazd meg, elérj, mert irok itten, bazd meg, itten nyekerek. Ja.
Ott a Volvo, mi? Jaj, most kiesett az a bocs. Semmi gond, majd fölveszem vissza. Bement az egész fabazzak. Rip Kenworth. Idióták ezek? Ja? Bocs Zolika, mert közben meg ott hagytam a vezét. A főveszi, amit lejtettem, jól van. Csákók. A Rákóczi produkció, te? Az egy agyfasz az üvegét. Ez a dolog, ez egy halál különben. Én nem tudom, kitalálta valaki egy faszább izét, irányítási módszert. És ez se rossz, de azért de mégsem a legjobb. Spintires-ben én szoktam fátrakodni, úgy lehet szórni, mint a sűket a kekszetbe, az egy nagyon durva jó irányítás van. Ez valahogy el van bozva. Ebbe. Hát jó, valami nem oké. Szia, Moki! Szia, meddig játszok? Miért? Meg egy gangster. Ja, az itt volt egész végig. Ahol eddig volt. Csak sumálkol. Jó, aztán nem muszáj vele beszélgetni. Na, akkor felveli kettőt. A vékonyabb fajtából. Hát nem fog tudni. Szalfa. Hát. Aztán megy a szitu. Én annyira koncentrálok benne, hogy nehogy lejtsem, vagy nehogy félrerakjam, mert kétszer már nem szeretem egy fonécsfát. Ha már elszalad agyam tőle. Mellé megy, mindjárt mellé esik. Kurva, bekapta, jól van. Egy hanyány félbe állok. Jó. Jaj, ez az arra, ez örgítőbe ez. Mixer. Miért már készen van, hogy mindjárt be ez meg? Hát én komolyan mondom, hogy én sem értem ezt. Mit akar, mert pár szóta mindenki az a futkozza össze-vissza. Szóval nem csak semmit sem hordja a betont, ami nincs is. Nem, de már tele van kővel, meg sötőben. Jó van. Visszartál esetleg, nem kéne oda, mert van víz. Vízé nem kéne oda? Cukor, vagy valami van. De majd kell majd ez a víz, majd tudod, meg azért kell majd ez sok minden még. Az a baj, rohadtul lehet, nem már annyitól érzékelni azt, hogy nem is, nem, nekem jössz, Zoli. Lassítok. Én nem megyek le most. Miattam mehetsz, én biztos nem. Menj le nyugodtan, én meg játszok. Hogy akarsz, miattam vonattal is mehetsz. Kivágja a fát. Ádám, most meg most előzékkel. Igen, stílfőrészke neki vele. De nem mehetnek be, az mindenkinek van. Tudom. Na jó, szó? Mond. Full szálva. Ja, figyelem, hogy egy kicsit szép szálegé. Na Marti is ott fönn visz egy fát, de az hol viszi? Hol? A hátad mögött megy a csávóval, hanem ott megy ezerbe. Ja, hát az ott áll már mióta, vagy nem mozog az egyáltalán? Az előbb mozog. Ott csógázik egy biztos. Na, bekapja? Nem tudom. Szóval, én nem is látom a végét, halál komolyan. Várjál, kicsit hát...
Kap, megkaptad előbb, megkaptad. Nem, van be egy darab, az darálja. A hátrébb kell kicsit tolatnom. Ne, jó lesz az, most itt ér, nagyon jó, úgy. Most az Oli rátette az ő fáját, itt talán megkaptam. Kilökte bazd meg az enyémet. Ja, látom. Most már minden, már megy. Már megy, ja. Kicsit kell rajt hazítanom mindjárt. Jó, már jó korlagolsz. Aztán ráfordulok, megint bekísérem. Ja, az azért, van gulyáskrémünk. Gulyáskrém nincsen. Begyük. Ja, azért, ja. Buda hozta a bundás kenyeret. A vacsi. Ja. Gulyáskrém veszed a bundás kenyeret? Aha. De aztán tudsz élni, gazdá? Miért? Te nem szoktál megpróbálni? Megkenni valami zsírra? Nem. De majd megpróbálom akkor ezután. A gulyáskrém szépen megszokom. Nem kell. Nem kell az sem. Figyeld a daráló témát. Figyelem, ja. Amár hozzuk meg, vagy csak megpróbálom. Figyelj, én tudok gyors témát, vagy időt. Mi a gyors módszer? Hadd halljunk. Na erre kíváncsi leszek, Ádám, vagy be lesz a videóban, megy a videó vezetre. Ja. De Ádám az kíváncsi, na erre kíváncsi leszek. Figyeld, az egész papa megy, oda né? Aha, figyelj, faszán megy. Valaki meg. Valaki meg. Beugrik. Mitu ugrász. Ne domálj, benne vagy a videóban, Moki. Benne leszek a tévében. Benne leszek a tévében. Muré. Mi a faszom zene? Vagy volt egy ilyen szám, vagy a zene? Nem tudom, ki énekelte ezt. Mi? Ugye volt egy ilyen dal, vagy mit tudom, hogy benne leszek a tévében. Hajós Andrásnak volt ilyen műsora, nem? Ja, tényleg a műsora volt neki, tényleg. Hajós Andrásnak volt egy műsora, ja. Mindjárt megtelik a Volvo, inkább azokat szállítanák, mint hogy kitalálják, ja. Hogy mi a legjobb módszer a izére. A kurva a daráló áll, de ott a köpő meg nyomja bele a kamionba. Na. Nincs. Na. De igazából szigli, amikor itt ott vágtam az a klónnal, találtam a fát. A bóton három fával megtelt egy három.